Energiahatékonyság 2,1 milliárd forintból korszerűsödött 22 épület a megyében. New Way felénél jár a Nyíregyházi Egyetem angol nyelvoktatás megújítását célzó projektje. Évforduló, 71 évvel ezelőtt kiáltották ki a szabad és független Izrael államot. Húsz önkormányzat összesen 2,1 milliárd forint támogatást nyert az elmúlt években energetikai korszerűsítésre a 6-os számú választókerületben, Szabolcs megyében. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ebből az összegből 22 épületet sikerült felújítani. Legutóbb Nyír Mihályban korszerűsítették a polgármesteri hivatalt, a megújult épületet szerda délután adták át a településen. A terület és település fejlesztési operatív program keretében többek között helyi gazdaságfejlesztésre, barnamezős területek rehabilitációjára és egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztésre, valamint önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére pályázhattak a települések. Utóbbi prioritás részeként 57 millió forint támogatásból és 2 millió forint saját forrásból újult meg a polgármesteri hivatal épülete Nyírmihályban. Átvették a tetőszerkezetet, szigetelést és napelemes rendszert kapott az épület, nyílászárókat cseréltek, valamint kialakítottak egy modern központi fűtési rendszert. Ezen pályázat keretein belül sikerült a polgármesteri hivatalt úgy átalakítanunk, hogy a korszínvonalának megfelelő ügyfélfogadási helyszínt sikerült kialakítani, ami én azt gondolom itt Nyírmihályban nekünk nagyon fontos volt, mert a polgármesteri hivatalnak egy bejárata volt, nem volt ügyfélfogadási helyszín, nem volt portásfülke, és nekünk ahhoz, hogy tényleg megfelelő körülmények közt tudjuk az ügyfeleket fogadni, ez mindenképpen szükséges volt. Így sikerült most egy új ügyfélteret kialakítani, egy külön bejárattal a polgármesteri hivatal elejénél itt. A térség országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, 2014 és 2015 környékén mintegy 6 önkormányzati épület korszerűsödött a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak köszönhetően. Ezt követte a területfejlesztési operatív program szerinti épületfelújítások, amely 22 darab összesen 20 önkormányzatnál 2,1 milliárd forint értékben történtek ilyen felújítások. A Nyírmihályi polgármesteri hivatalban közel 60 millió forintos felújítás történt. Az egészségház felújítása is folyamatban van a településen, ami szintén egy közel 60 millió forintos beruházás. A térséget egyébként összesen 104 darab terület és település fejlesztési operatív program által finanszírozott fejlesztés érinti, mintegy 15 milliárd forint értékben. Soha nem volt még ennyire jó a kapcsolat Izrael és Magyarország között, mint most, közölte Izrael magyarországi nagykövete. Yossi Amrani az Izrael állam megalapításának 71. évfordulójára szervezett ünnepségen vett részt a nyíregyházi Betlen Gábor iskolában. 1948. május 14-től hivatalosan is szabad és független az ország. 1948. május 14-én az akkori átmeneti kormány első miniszterelnöke Tel Avivban kiáltotta ki Izrael állam szabadságát és függetlenségét. Ezt ünnepelték a nyíregyházi Betlen Gábor iskolában csütörtökön. A diákok Yossi Amrani nagykövettel találkozhattak a rendezvényen, aki kiemelte, Magyarország Izrael első számú európai szövetségese, és kifejezetten jó az együttműködés a két ország között. Izrael barátként tekint hazánkra. A nagykövet azt is hozzátette, soha nem volt még ennyire jó a kapcsolat Izrael és Magyarország között, mint jelenleg. Úgy gondolom, hogy ez annak köszönhető, hogy mindkét ország hasonlóan látja a világot, mindkét országnak fontos a nemzetállam megtartása és fenntartása, büszkék vagyunk arra, hogy kik vagyunk. Mindkét ország rájött arra, hogy hasonló értékeket képviselnek, és a történelem azonos oldalán állnak, és ez szerintem nagyon fontos. They stand on the same values. They are on the same side of history. And I think it's important. A jelenlegi nagykövet 2016. novemberében vette át a megbízó levelét. Azóta ez már a harmadik alkalom, hogy ellátogatott a nyíregyházi Betlen Gábor iskolába.
Az intézményünk diákjai hagyományosan jól szerepelnek azokon a tanulmányi versenyeken, amelyek Izraelről szólnak, vagy a zsidóságról szólnak, és még egy másik apropója lehet az, hogy tavaly Izrael állam fennállásának a 70. évfordulói alkalmából több mint 70 pedagógussal és házastársaikkal Izraelben egy kirándulást tettünk októberben. Szinte a teljes nevelőtestületünk részt vett ezen a kiránduláson. Az intézmény jó tanácsokkal tudja segíteni a diákok utazását Izraelbe, illetve akik már voltak korábban, saját tapasztalataikat is megosztják a többiekkel, de arra is volt már példa, hogy anyagilag is segítették azokat a tanulókat, akik jól szerepeltek tanulmányi versenyeken, vagy kiemelkedő közösségi munkát láttak el. Fél időben jár a Nyíregyházi Egyetem New Way projektje, amelynek során az angol nyelvoktatást újítanák meg tanórákon kívüli foglalkozásokon keresztül. Céljuk, hogy a részvevő diákok közül minél többnek legyen majd nyelvvizsgája, vagy emelt szintű angol érettségie. Élesben tavaly indult és 2020-ig tart, tehát nagyjából a fél idejénél jár az a program, amelyen az egyetem az angol nyelvoktatás megújítását tűzte ki célként. A 330 millió forintból megvalósuló New Way során arra törekednek, hogy javuljon a középfokú oktatásban részvevő diákok nyelvtudása, a nyelvtanulással kapcsolatos attitűdje és motivációja. Az érintett 1650 gyerek tudása alapján került be az összesen 40 csoportba, mondta el 35 perc című műsorunkban a projekt szakmai vezetője. Vannak olyan gyerekek, akik 4 fél éven keresztül lesznek benne a projektben, de vannak olyanok, akik csak egy fél évben részesülnek angol órákban, mert vagy azért, mert végeznek, vagy azért, mert már sikeres középszintű nyelvvizsgát tettek. Tehát a gyerekek személye az változik a 4 fél év alatt gyakorlatilag. A kiválasztás során a hátrányosabb helyzetű iskolákat részesítették előnyben. Végül 6 megyei és 4 nyíregyházi intézmény került be a programba. Az ennek keretében zajló plusz órák leginkább a magánfoglalkozásokhoz hasonlíthatók. Ezeket az órákat olyan kiegészítő iskolán túli foglalkozásokként kellene, vagy kell elképzelni, amely mondjuk a magánórát, vagy a magántanfolyamokat pótolja. Éppen ezért délután szervezik őket, célorientált, személyre szabott, tehát szinte egyénenként foglalkozik a tanára a gyerekekkel, ismeri őket, tudja azt, hogy miben és hol kell segíteni. Tehát ilyen szempontból egy kicsit a magánórák felé hajlik a tevékenység. Mint a szakmai vezető hozzátette, a pályázatban nincsenek előírva konkrét célok, de szeretnék, ha a részvevők közül minél többen szerezték meg a középfokú nyelvvizsgát, vagy az emelt szintű angol érettségét. A program végeztével minden esetre szeretnék követni ezeket a fiatalokat, hogyan és mikor vált előnyükre a foglalkozás. 14 karosszéria lakatos és járműfényező tett mestervizsgát csütörtökön Nyíregyházán. Ez ahhoz szükséges számukra, hogy saját vállalkozást indítsanak, vagy másokat oktassanak a szakmára. A fokozat megszerzésére a Kereskedelmi és Iparkamarán keresztül van lehetőség, amely támogatott mesterképzéseket is szervez. Aki sűrű megfordul autószalonokban, már hozzászokhatott a csiszolás hangjához. Az ilyen helyeken dolgozóknak ugyanakkor napi több órában kell elviselniük az ezekkel járó hanghatásokat. Ezek a szakemberek már évek óta ezzel foglalkoznak, csütörtökön pedig mestervizsgájukat teljesítették ebben a nyíregyházi autóházban a szakmai továbblépésük érdekében. 24 éve dolgozom a szakmában, és eljutottam arra a szintre, hogy megcsináljam ezt a mestervizsgát. Ezt köszönhetem a Szabadszatmár Öregmegyei Iparkamarának. Ismerősökön keresztül jutottam el arra, hogy mestervizsgát lehet tenni az idei évben. Ennek nagyon örültem, mert a vállalkozás, mivel tavalyi évben indítottam el, és szükséges ahhoz, hogy az ember tovább tudja folytatni ezt a szakmát, mert követelmény, illetve a szakmai tudást átadni annak a fiatalságnak, akik mögöttünk vannak, és ezt a szakmát akarják csinálni. Az 5 járműfényező és 9 karosszéria lakatos gyakorlati vizsgáját egy szóbeli megmérettetés követte, később pedig még pedagógiai és vállalkozási ismereteikről adnak számot. Ezek sikeres teljesítése kell ahhoz, hogy mestereké váljanak a szakmájukon belül, amire a Kereskedelmi és Iparkamarán keresztül van lehetőség.
A Szabolcs-megyei Kamara, és mint általában az összes többi kamara nagyon fontosnak tartja, hogy a hiány szakmában lévő szakemberek minél több számban jelentkezzenek, hiszen tudjuk, hogy egyre kevesebb a szakember, az elismert szakember, és ezért támogatott mesterképzéseket is szoktunk indítani. 2019-ben egyébként 20 főnek ad lehetőséget a Kereskedelmi és Iparkamara az Innovációs és Technológiai Minisztérium által, úgyhogy idén több szakmában is fogunk még mesterképzést indítani, illetőleg más szakmákban is zajlanak jelenleg a felkészítések, valamint a mestervizsgák megszervezése. Idén összesen 60-70-en szerezhetnek mesterlevelet 8-10 szakmában, köztük például autószerelők, fodrászok, kőművesek, szakácsok és villanyszerelők. Grecsó Krisztián író volt a Bencs Villa Több szem közt című rendezvénysorozatának legutóbbi vendége. A szerzővel szülőhelyéről, Szegvárról, pályafutásának fontos állomásairól, műveiről, főzésről és legújabb regényéről, a Veráról is beszélgetett Kovács Dénes újságíró. Grecsó Krisztián napjaink egyik legolvasottabb kortárs szerzője, író, költő, szerkesztő, újságíró. Korábban a Bárka folyóirat szerkesztője, a Nőklapja vezető szerkesztője, a Szépírók Társaságának alelnöke volt. 2009-től az Élet és Irodalom prózarovatát szerkeszti. A Pletyka anyu című kötetével robbant be az irodalomba 2001-ben, alkotó munkásságát azóta számos díjjal ismerték el. Ír drámát, verseket és zenél is. A február végén megjelent Vera című regénye Szegeden játszódik 1980-ban. A címszereplő az általános iskola 4. osztályába jár. Apja a honvédségnél dolgozik, a mamája minden nap várja őt tanítás után. De a kislány biztonságosnak hitt élete pár hét leforgása alatt megváltozik. Bár a történet gyerekekről szól, és sokan úgy gondolják, ifjúsági regényt jelentetett meg az író, a valóság azonban egészen más, hiszen a történet éppen azt a pillanatot fogalmazza meg, amikor a gyerekkor paradicsomi állapota elvész. Szerintem egyetlen meghatározása van az ifjúsági regénynek, miszerint ha a szerző ráírja, hogy ifjúsági regény, akkor az. Mert hogy annyiféle ifjúsági regény van, hogy nincsen szűkebb definíció, erre a szerző nem írta rá, hogy ifjúsági regény lenne, sőt, hite szerint nem az. De ha a fiatalok is kedvel olvassák, akkor én nem akarom tőle őket elhajtani, sőt, nagyon örülök, hogy vannak egészen fiatal olvasói is. Grecsó Krisztián legújabb könyvéből kiderül, hogy a családi titkokat felfedni nem csak tudás, de bátorság kérdése is. Vera felismeri, vannak helyzetek, amikor idő előtt kell felnőttként viselkednünk, és hogy fel lehet nőni a feladathoz. A 11 éves önmagamból voltam kénytelen kiindulni. Az én megfelelési kényszereimet, az én szorongásaimat kapta, mindezt természetesen átültetve Szegedre 1980-ban, amikor még mondjuk a pszichológiai köznyelv, vagy a pszichológiai nyelv nem folyt annyira át a köznyelvbe. Tehát manapság azt a szót, hogy szorongás, azt mindenki ismeri, teljesen természetesen használjuk. Ez nem volt így 1980-ban, tehát például Vera erre egy saját szót talál ki, mert érzi, hogy valami fura érzés, de nincsen rá szava, ezt szomorú izgulásnak nevezi. Szóval, hogy ezeket a kényszerességeket, ezeket a tulajdonságokat tőlem kapta, én igyekeztem azt is belé plántálni, vagy azt is belé oltani, amit én tapasztaltam gyerekkoromban, miszerint, hogy sokkal komolyabb és merészebb dolgokról gondolkodtam 11 évesen, mint amely dolgokat nekem állítólag gondolnom kellett volna. A remek hangulatú esten a nézők megtudhatták, miért szereti Grecsó Krisztián Szabó Magdát és Kosztolányit, és azt is, hogy mi köze van a Pál utcai fiúknak Verához. Az író most nem új regényen dolgozik, leginkább tárcákat és verseket ír, jövő ősszel verses kötet kiadására készül, és szeretne egy énekelt verses CD-t is megjelentetni. Tervei között szerepel egy olyan új kötet, amely akár a Vera folytatása is lehetne majd.
Nem volt szerencséje annak az illegális hulladék és fémkereskedelemmel foglalkozó személynek, akit a nyíregyházi pénzügyőrök közúton ellenőriztek. A NAV munkatársai a vizsgálaton, a mikrobuszban 1610 kg illegálisan birtokolt vegyes fémet és akkumulátort találtak. Az adategyeztetéskor kiderült, hogy a sofőr a rá korábban kiszabott büntetés miatt nem vonult be az egyik büntetés végrehajtási intézetbe. Ezért a kiérkező rendőrök a férfit egyenesen a büntetés végrehajtási intézetbe szállították jogerős büntetésének letöltésére. A pénzügyőrök a vaslemez hulladékot és az akkumulátort lefoglalták. Két válogatott röplabda mérkőzést is rendeznek szombaton Nyíregyházán. A hölgyek Arany Európa Liga sorozatának nyitó meccsén 15 órától Magyarország, Franciaország ellen lép pályára. A férfiak ezüst Európa Liga meccsen 17:30 Bosznia-Hercegovina csapatát fogadják a Continental Arénában. A hét eleje óta Nyíregyházán edzőtáborozik a férfi és a női röplabda válogatott. A Román Bogdán Tanáze által irányított férfiak fiatal kerettel készülnek a bosnyákok, görögök és osztrákok elleni meccsekre. A belga Jan de Brandt 20 játékos hívott be a keretbe. Az Európa Ligában a Franciaország, Horvátország és Görögország elleni találkozók elsősorban a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra való felkészülést szolgálják majd. Ez a harmadik Európa-bajnokság egyhuzamban, ahova a női válogatott kijutott. Az a mostani Európa Liga meccsorozat, ahogy el is hangzott, egy nagyon jó felkészülést jelent, de a fő cél az EB. Augusztus 23-án Budapesten a Papp László sportcsarnokban, arénában kezdődnek a meccsek, és én azt várom, hogy az elmúlt két évi eredménynél is itthon jobb eredményt érjenek el a lányok. A nyíregyházi nevelésű, jelenleg Németországban légióskoló Szakmári Gréta szerint motiváltan várják mind az Európa Liga meccseket, mind az Európa bajnokságot. Hála a jó Istennek, a magyar röplabdázás fellendült az utóbbi időben, és nagyon örülünk neki, hogy idén nem csak az Európa Liga, hanem az Európa bajnokság a fő célunk. Én nemrég csatlakoztam a csapathoz, de amit eddig láttam az, hogy mindenki elszántan készül, és tudjuk, hogy egy nagyon hosszú nyár vár ránk, de tényleg a fő célunk az az augusztus végi Európa bajnokság lesz. A megfiatalított férfi válogatott számára elsősorban a tapasztalatszerzés a cél az Európa Liga mérkőzéseken. Elég fokhiasak is vagyunk, azt hiszem 11-en vagyunk jelenleg, amivel még az edzés se a legegyszerűbb, mert ugye 6-6 ellen van, hogy a másodedzőnek kell beállni és segíteni, esetlegesen mezőnyözni. Most azon vagyunk, hogy minden mérkőzésből a legjobbat hozzuk ki. Megpróbálunk minél több mérkőzést megnyerni, amit csak lehetséges egy ilyen fiatal kerettel. Nagyon sok játékos most van itt először, most játszunk együtt először, most edzünk együtt először, úgyhogy most egy kicsit fokhias a dolog. De azon leszünk, hogy minél több mérkőzést megnyerünk, és jó mérkőzéseket játszunk. Szombaton Nyíregyházán, a Continental Arénában a Magyarország-Franciaország női mérkőzés 15 órakor, a Magyarország-Bosznia-Hercegovina férfi találkozó pedig 17:30 kezdődik. 760-an vettek részt a nyugdíjasok nyíregyházi sporttalálkozóján. A 6. alkalommal megrendezett sportversenyen 34 egyesület képviseletében 8 sporták 14 verseny számában vetélkedtek a szépkorúak a városi stadionba. Sokszor hallhattuk már, hogy a sport nem korfüggő. Ennek adták tanúbizonyságát a csütörtöki sporttalálkozó részvevői, akik közül a nevezési feltételeknek megfelelően a legfiatalabb is betöltötte már 55. életévét. A legidősebb versenyző 92 esztendős volt. A szervezők a 8 sporták 14 versenyszámát úgy állították össze, hogy azok minden tekintetben megfeleljenek a részvevők számára. Atlétikában 100 méteren és 400 méteren bonyolítottunk versenyt, volt kislabda dobás, és az asztali tenisz, a tenisz, az ulti, a kosáradobói büntető verseny volt, egy ügyességi sorverseny van, amiben a legnagyobb létszám vesz részt, és a teke és óriási létszámokat mozgósított meg, hiszen például a kislabdadobásban 340-en indultak, de a tekébe is 250-en. Kellemesen töltenek el itt a szépkorúak egy délelőttöt, és nagyon büszke vagyok rá én is, és a város vezetése is, hogy Magyarország legnagyobb szervezett körülmények között lebonyolított sporteseménye ez a szépkorúak részére.
A résztvevők magas száma nem véletlen, mivel közülük nagyon sokan rendszeresen sportolnak. Én elmondhatom az egyesületünkből, hogy 90 éves van közöttünk jelen pillanatban is itt van, és a 80 év pedig mintegy 40 fő, és zömébe mindegyik eljön sportolni. Nagyon szeretnek sportolni. Szeretik, hogy szabad levegőn, társaságban kikapcsolódnak, és állandóan mindig az erdei tornapályát, amit csak lehet igénybe venni, kerékpározást, mindent szeretünk igénybe venni. Nyíregyházán május elején 11. szezonját kezdte a Szépkorúak Sportklubja, amelynek tagjaként október végéig több mint 500-an mozognak csütörtökönként a megyeszékhelyen. Most pedig kiradunk végén, nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Közel 60 millió forintból újult meg a polgármesteri hivatal, a terület és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően Nyír Mihályban. Átvették a tetőszerkezetet, szigetelést és napelemes rendszer kapott az épület, nyílászárókat cseréltek, valamint kialakítottak egy modern központi fűtési rendszert. 20 önkormányzat összesen 2,1 milliárd forint támogatást nyert az elmúlt években energetikai korszerűsítésre a 6-os számú választókerületben. Nagyjából a fél idejénél jár az a program, amelyel a Nyíregyházi Egyetem az angol nyelvoktatás megújítását tűzte ki célul. A New Way során arra törekednek, hogy javuljon a középfokú oktatásban résztvevő diákok nyelvtudása, a nyelvtanulással kapcsolatos attitűdje és motivációja. Szeretnék, ha a résztvevők közül minél többen szereznék meg a középfokú nyelvvizsgát, vagy az emelt szintű angol érettségit. Yossi Amrani izrael-magyarországi nagykövete látogatott Nyíregyházára, a Betlen Gábor iskolába. Az intézmény a Szabad és Független Izrael állam megalapításának 71. évfordulójára szervezett ünnepségen vett részt, ahol kiemelte, Magyarország és Izrael között még soha nem volt olyan jó a kapcsolat, mint most. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták május 23-án csütörtökön friss hírekkel, legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik, én pedig munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Csütörtökön egész este felhős lesz az ég, eső, zápor szorványosan várható, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 13 fok között alakul. Pénteken többnyire erősen felhős lesz az ég, zápor szorványosan, zivatar néhol kialakulhat. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, de zivatar környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 20 fok között alakul. A hétvégén általában több órára kisüt a nap, a gomoly felhőkből csupán elszórtan alakulhat ki zápor eső, esetleg egy-egy zivatar, néhány fokkal melegszik a levegő.